18 éves korukig alanyi jogon biztosítottak a tajszámmal rendelkező magyarok, így ingyenesen vehetik igénybe az orvosi ellátást. Felnőttként viszont már fizetniük kell a társadalom biztosítási jogviszonyért. A rendelőkben ugyanakkor gyakran szembesülnek azzal, hogy valaki nincs biztosítva. Tavaly az éveső 9 hónapjában mintegy 75 ezer ilyen beteg jelentkezett az orvosánál, vagyis ennyien próbáltak meg jogosulatlanul igénybe venni valamilyen társadalombiztosítási biztosítási szolgáltatást, ami több milliárd forintos hiányt okoz a költségvetésben. A TB-törvény decemberben elfogadott szigorítása alapján az idén júliustól számított három hónap türelmi idő lejárta után az ő ellátásukat meg kell majd tagadnia a doktoroknak. Természetesen ezt nem úgy kell tekinteni, hogy most mindenkinek, mert ugye eleve a gyerekekre, nyugdíjasokra, a gyergyes csomó felsorol a törvény, ami automatikusan megy tovább, de az, aki önhibáján miatt vagy a munkáltatója, vagy ő tud róla, és nincs mögötte biztosítás, az bizony azzal szembesülhet, hogy ha nem rendezi, és ez július utáni rendezést jelent, tehát ha októberben jelenkezik, már megtagadhatja, addig még nem jelenkezik, még nem rendezi ezt a jogviszonyt. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7710 forintos összegével számolva, ez három hónapra bő 20 ezer forintot jelent. A potyautas probléma az alapellátásban jelentkezhet, miután a sürgősségi ellátás mindenkinek ingyenesen jár. A 35 perc című műsorunknak nyilatkozó házi orvos szerint senkitől nem lesz könnyű megtagadniuk az ellátást, és a törvényhozóktól egy finomabb szabályozás válnak, amely iránymutatást ad számukra, milyen esetben mit kell csinálniuk. Azoknak a fiataloknak ugyanis, akik a középiskola elvégzése után nem tanulnak azonnal tovább, viszont még nem is dolgoznak havonta be kell fizetniük a járólékot, többen azonban nincsenek tisztában ezzel. Sokan ugyanakkor tudatosan nem rendezik a díjat, vagy a munkáltatójuk nem fizeti utánok. Vannak feledékeny emberek, vagy egy kicsit szándékosan hát. feledékeny emberek, tehát mi azt kérjük, az alapellát orvosok is, és az orvosi kamara is ezt kérte, hogy az önhibáján kívül nehéz helyzetbe jutott nem biztosít, nem fizetőnek adjanak egy lehetőséget, vagy esetleg a rendszer időben hát jelezze neki, hogy baj van. Tehát utána lehet nézni, több csatorna van erre, de az első az, hogy lecsekkolom, hogy az megvan-e vagy nincsen. Ennek az ügyfélkapunk keresztül bárki utána nézhet, ha pedig azt látja, hogy nem rendelkezik érvényes TB jogviszonyjal, azt a nav jelezheti. Ennek elmulasztása esetén komoly díja kiszabására számíthat az orvosi rendelőben, bár az a betegségtől függ, kinek milyen összeget számláznak majd ki. Újhely János azért azt hozzátette, hogy véleménye szerint nem büntető jellegű a törvény, és júliusig fel is lehet rákészülni.